Igen. Van még? Hang megy. Nem. Hát most mondasz valamit, hogy nem. Szerintem nincs. Vonzalom van első látásra, és aztán az átalakulhat egy mélyebb szerelemmé. Hú, ez nagyon nehéz, mivel a szerelem most... Bocsánat, de az egy ilyen kémiai, biológiai dolog, így tudományilag. És szerintem van olyan, hogy valaki hirtelen erős érzelmeket vált ki belőled, és azt érzed, hogy hú, és nem tudom, de szerintem én ezt nem nevezném szerelemnek. Szerintem van. Szerintem vonzódás van első látásra, ami kölcsönös is lehet. Biztos? Hát miért ne? Én még ilyet nem tapasztaltam, de szerintem úgy simán lehet, hogy most meglátsz valakit, megtetszik, és akkor érzed, hogy hát itt van chemistry, és akkor simán. De az is lehet, hogy meg kell ismerni, és szerintem annyira különbözőek vagyunk, szóval, hogy így szerintem bármi lehet, és ez is csak jó, hogy egy kis fűszer az életben, hogy ez is van. Szerintem van szerelem első látásra. Mondjuk én alapvetően olyan típus vagyok, aki így fellángol sok ember után, de szerintem a szerelem az abszolút teljesen más, tehát az már egy nagyobb fokozat ennek az egésznek, és mondjuk én még személy szerint nem találkoztam ezzel, meg nem tapasztaltam még mennyire, de hiszem, hogy van, és ez egy jó érzés. Hát én sokáig azt gondoltam, hogy ez a szerelem első látásból ez ilyen hollywoodi mese. Amikor Nick Vujicicnak a Kezek és lábak nélküli embernek az életéről olvastam egy könyvet, vagy hát abban mesélte, hogy hogyan ismert meg a feleségét, és leírja, hogy egy előadást tartott, és ott van egy egész előadó terem, és ránézett a feleségére, miközben beszélt, hogy ilyen szikrázott közöttük a levegő meg minden, és így közben így nem értették, hogy mi van, de mind a ketten érezték, és így voltam, hogy micsoda, tehát létezik ilyen. De tényleg én azt gondolom azért, hogy a szerelem az egy mélyebb dolog, tehát az a szerelem, amiben nem csak az érzéseid vannak benne, hanem gondolati szinten is tényleg át tudod magadat adni neki, az a szerelem mélyebb emberismeretet követelt. Én nem hiszek a szerelem abban, hogy van szerelem első látásra. Méghozzá azért, mert úgy gondolom, hogy az embernek megtetszik valaki első látásra, beleszeretni a jellemébe szeret bele. De megtetszhet valaki első látásra, de nem szerelem. Ha a szerelmet érzelemnek tekintem, akkor van. De én szeretném azt hinni, vagy hogy én inkább azt akarom szerelemnek nevezni, ami egy jó párkapcsolatban jelen van. És emiatt inkább én azt mondom, hogy számomra nincs ilyen, mert amíg nem ismerjük meg a másikat, addig szerintem az nem tud igazán kialakulni, mert csak így a saját kézelgéseinkkel azokba szeretünk bele. Nekem a szerelemhez az is kell, hogy belsőre is hasonlóak legyünk, hogy tényleg hasonló céljaink legyenek, ilyesmik, és szerintem ez nem elégszik meg annyiban, hogy megláttam, és akkor anyám, nekem ő kell. Van inkább tetszelem, mint szerelem első látásra szerintem. Amikor először így ezt gondolt, hát nem is igazán valami, nem? Most megy! Jó. Szia, Anna! Szerintem van